Békesség néktek! Isten igéjét a Máté evangéliumából fogom felolvasni, a 11. fejezetnek a 29. versét. Máté evangéliuma 11. fejezetének a 29. versét olvasom, amit felállva hallgassunk meg nyitott szívvel. Máté evangéliuma 11. fejezetének a 29. verse így hangzik: Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, mi szeretnénk ezt a nyugalmat, amit te adsz a tieidnek. Szeretnénk igénybe venni, élvezni, átérezni, részesedni benne most is, és nagyon-nagyon sokszor, mindenkor. Köszönjük, hogy te a hozzávezető utat is megmutatod nekünk, hogyan lehet ehhez a nyugalomhoz hozzáférni. Segíts, Uram, hogy ezt az utat meg tudjuk tenni, és így igazán nyugalmat találhassunk lelkeinknek, és nevedre pedig dicsőséget hozzunk ezáltal. Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy találkoztunk-e már olyan emberrel, valaki hallott-e már olyan bizonyságtételt, akár írásban, akár élő szóban, hogy valaki azt mondta, hogy én tudok szeretni. Én egy szerető, szívű ember vagyok. Aki hallott már olyat, hogy valaki ezt tudta magáról elmondani. Én tudok szeretni. Talán 100 hívőből egy, ha ezt megmeri fogalmazni, hogy én tudok szeretni. Barátot, ellenséget, házastársat, gyereket, testvért, más felekezetűt, más bőrszínűt, Isten megtanított szeretni. 100-ból talán, ha egy, akinek lenne bátorság, hogy ezt elmondja. Nem tudom, olyat hallottunk-e, hogy valaki arról tett bizonyságot, hogy én alázatos vagyok. El tudom nektek mondani, testvérek, hogy én alázatos szívű ember vagyok. Ilyen bizonyságtételt én még soha nem hallottam. Soha nem hallottam testvértől. Jézustól igen. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Az Úr Jézustól meg lehet ezt tanulni. És hogyha az Úr Jézus azt mondta, hogy jöjjetek és tanuljátok meg ezt tőlem, akkor ezt azért mondta az Úr Jézus, mert ezt meg is lehet tanulni, ez elsajátítható. Nem magunkban van ez, hanem az Úr Jézus képes minket megtanítani. Ha nem így lenne, akkor az ő képességeit kellene kérdőre vonnunk, és azt mondanánk, Úr Jézus, te ezt velem nem tudod megcsinálni. Te mindenható vagy, halottakat támasztasz, megáldod az embereket, de engem te nem tudsz alázatossá tenni. Szeretném, ha ezt megértenéd? Hát ilyet egyikünk sem mondhat. És azt hiszem, hogy ki kell mozduljunk ma valamilyen irányba, és én szeretném, hogyha az alázat irányába mozdulnánk. Ha mi tanulnánk az Úr Jézustól azt, hogy legyünk alázatosak. Ahhoz, hogy megtanuljuk, ahhoz tanítvánnyá kell lenni. A hegyi beszéd azzal kezdődik, Máté 5.1-ben, amikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. A sokaság azért ment az Úr Jézushoz, mert meggyógyította a betegeiket, kiűzte a démonokat belőlük, meg a hozzátartozóikból, és mentek hozzá nagyon sokan, hát kit ne érdekelne a szenzáció. Jól is tették, hogy mentek. De Jézus azt mondta, most megyek prédikálni. A sokaság meg azt mondta, hogy hát az minket nem érdekel, hogy te mit prédikálsz. Amit teszel, az érdekel, de amit mondasz, az nem. És a sokaságot ott hagyta Jézus, felment a hegyre, és a tanítványok követték. Akik nem csak gyógyulni akartak, akik nem csak démonoktól akartak szabadulni, hanem akik tanulni akartak Jézustól. Ezek a tanítványok kellene, hogy kell, hogy legyünk mi. Már most hogy fogalmazzam. Ezek a tanítványok kell, hogy legyünk mi. Mi vagyunk azok, akik Jézussal felmegyünk a hegyre. Még akkor is, ha meredek néha az a hegy, felmegyünk, mert mi Jézustól tanulni akarunk.
Meg akarjuk tanulni, hogy ő alázatos. És el akarunk jutni arra, hogy alázatosak vagyunk. Ha nem akarjuk, akkor mi sokaság vagyunk. De nem vagyunk tanítványok. Tanuljátok meg tőlem, ezt mondja az Úr Jézus. Ma én az alázatot szeretném kiragadni, ez a téma, ami nagyon-nagyon fontos a hívő embernek az életében. Mi az alázat? Mi az alázat? Vannak olyan fogalmak, amiket nehéz körülírnunk, a közösség is ilyen, ugye az úrvacsorázással, az imádsággal, az apostolok tudományával összevetve a közösséget, sokkal nehezebb megragadnunk. Mi az a közösség? Összetettebb fogalom. Azt hiszem, hogy az alázat is hasonló, mondjuk a szeretet mellett. Mi az, hogy valaki alázatos? Hogy szeret, azt tudjuk, odaadja az életét másoknak, ha két ruhája van, az egyiket odaadja, a másik orcáját odatartja, nem zugolódik a másik ellen, nem káromolja, megbocsátja a bűneit. De milyen az alázatos ember? A görög nyelv segítségünkre van. Tudjuk, hogy ezek az ószövetségi és újszövetségi eredeti nyelvek, melyeken a Biblia íródott, görög nyelv, héber nyelv, nagyon sok minden kifejezést vesz a környezetből, mint hogy a magyar nyelv is, csak mi már ettől elidegenedtünk. Mi nem élünk ott olyan szoros közösségben a természettel, mint az akkori ember. A görögben az a szó, az a kifejezés, hogy alázat, az azt is jelenti, hogy jelentéktelen, sík terület. Egy fensíkot képzeljünk el, és úgy jelentéktelen, hogy nincsenek rajta vízesések, nincsenek rajta havas hegycsúcsok, nincsenek rajta csodálatos barlangok, nem lehet lejutni a föld mélyére. Nem egy turisztikai látványosság, nem egy folyó, nem egy hajóút, nem egy olyan hely, ahova az emberek szívesen elmennek, és hogy nézzék, lássák azokat. Nem kínál sokat maga ez a táj, mint látvány. Nem egy turisztikai látványosság, nem egy idegenforgalmi centrum a jelentéktelen terület. A jelentéktelen terület, a síkvidék az, amely ontja a búzát. Ontja a búzát. De szállodasort nem fognak oda építeni a búzatábla mellől. Nézzétek a búzatáblát. Kit érdekel? Legyen kenyér az asztalon, amikor elmegyek a szállodába. Az érdekel. A jelentéktelen terület az csak bizonyos szempontból jelentős. Az alázatos ember jelentéktelen. De bizonyos szempontból, méghozzá az Isten szempontjából nagyon jelentős ember az alázatos ember. Egyébként pedig egy jelentéktelen ember. Ezért szoktam azt mondani, ha bemegyünk a mennyek országába, és meglátjuk ott az Úr Jézust, akkor látni fogunk a jobbján egy öreg nénit, a balján meg egy fiatal kis fiúcskát. Összenézünk ott az apostolokkal, és akkor mondjuk majd egymásnak, hogy kik ezek. Te nem tudod? Hát én nem tudom. Te se tudod? Én se tudom. Ezek jelentéktelen emberek lesznek, akik alázatos emberek, akiket Isten tud felmagasztalni. Isten számára jelentősek. Van különbség az alázatnak a fokozatai között. Milyen féle alázatot tudunk mi gyakorolni? Nagyon tudunk alázatoskodni, ami nem egyenlő az alázattal. Tudunk megalázottak is lenni, ami megint csak nem egyenlő az alázattal. Tudjuk magunkat megalázni egy-egy alkalommal, ami csak megint nem egyenlő az alázattal. Nézzük ezeket végig. Alázatoskodó. Sokszor kapom azon a hívőket, hogy alázatoskodnak. Amit már említettem is. Jézus felteszi a mércét magasra. Tanuljátok meg tőlem! Nem azt mondja Jézus, hogy tanulgassátok, hanem tanuljátok, sajátítsátok el tőlem azt, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Más területen is. Csupa magasan van a mérce. Az Úr Jézus még jobban felemeli a mércét, mint az Ószövetség. Megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom, hogy? Mint feljebb teszi. És hogy olvassuk a Bibliát, és ami alázatoskodó szívünk megszólal. Ó, hát, hogy lehetnék olyan, mint a nagyszerű Jézus,
Senki nem lehet olyan, hiszen ő Isten fia volt. Hogy lehetnék olyan, mint Pál, vagy Péter, vagy Jakab? Hát ők apostolok voltak. Azok az igazán nagy emberek. Hogy lehetnék olyan, mint Kornya Mihály? Ó, ki vagyok én ahhoz, hogy lelkeket mentsek meg? Ki vagyok én ahhoz, hogy minden vagyonomat odaadjam a szegényeknek? Hát nem, én csak egy kicsi, egyszerű, alázatos kis ember vagyok. Tudjátok mi ez, testvérek? Ez a bűnnek a magyarázása. A bűnnek a megmagyarázása. Azért nem csinálom azt, amit mondtál Jézus, mert... És akkor magunkat így lealacsonyítjuk, de nem olyan értelemben, amit Isten vár, hanem alázatoskodunk. Azért nem csinálom meg azt, amit kérsz, mert én ezt nem tudom. Alázatosnak tűnik. De ez nem alázat. Ez alázatoskodás. És a bűneinknek az elkendőzése. Ha Jézus azt mondta, hogy ezt meg tudod tőlem tanulni, akkor meg tudod. A megalázott ember, az megint csak nem alázatos ember. A legnagyobb beképzelt ember, a legfelfúvalkodottabb ember, hogyha sarokba szorítják, ha megkötözik, ha megverik, akkor nagyon alázatossá tud válni. Szavát se halljuk. Nincs már az a gőgös tekintet, nincs már az a másoknak a lenézése, hanem van egy ilyen kis kucorgás, ilyen kis meghúzom magamat, mert jaj nekem, hogyha kinyitom a számat, jaj nekem, ha bármit is mernék mondani. A megalázott embernek meg van törve a személyisége. És be van kényszerítve az alázatba, meghunyászkodott. De nem alázatos. A megalázott ember sem alázatos. Még az sem alázatos, akit Isten aláz meg. A régi parasztházak voltak nagyon alacsonyak helyenként, hogy már egy középtermetű ember meg kellett hajtsa magát, hogy bemenjen. Néha ilyen helyre fel van írva, hogy vigyázat, koppanás veszély. És amikor mész egy ilyen helyre, egy ilyen kapu átjáróba, és Isten látja, hogy nem fogsz lehajolni, akkor megfogja a nyakadat, jó, megszorítja, egy kicsit lenyom, átprésel ezen a bejáraton, aztán elenged. És akkor mondod, hogy uram, hát miért bántottál? Mondja Isten, hogy meg kellett alázalat, mert különben bevered a fejed, és összezúzod a koponyádat. Akit Isten aláz meg, az nem alázatos, hanem kényszer alatt van. Isten kényszerítette abba, hogy jelentéktelenné váljon. Saját szemeiben, mások szemeiben, de nem alázatos ember. Aki magát megalázza, az se biztos, hogy alázatos ember. Mert valamikor az az érdekünk, hogy megalázzuk magunkat. Szükség van, nyomorúságban vagyunk, vagy érezzük, hogy ha most nem alázom meg magam, Isten fog megalázni, jaj nekem, vagy mások fognak megalázni, jaj nekem, nem akarom ezt, vagy összetöröm magam, jaj nem akarom összetörni magam, és akkor megaláztam magamat arra az órára, arra a napra, arra az időszakra. És amikor a vészfelhők elmentek, akkor újból következik az, hogy na ki is vagyok, és mi is vagyok én. Az alázatos ember az 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 ember, aki önmagát úgy alázza meg, hogy alázatban is marad. A magyar szó is egyébként nagyon találó. Ez az alázat. Ebben az van benne, hogy az alázza meg magát, aki nagy, aki magas, aki kicsi, annak nem kell magát megaláznia. Aki magas, annak kell magát megaláznia. Ez egy fő szempont. Ez nagyon fontos dolog Isten igéjében. Látni fogjuk majd. Aki nagy. De ezt a nagyságot nem a maga javára használja fel, hanem mások javára használja fel. Az alázatos ember nem abban különb a nem alázatostól, hogy ő a kisegér a sarokba, aki megbújik és csak cincog. Hanem az, aki tudna erőszakot elkövetni, tudná leuralni a másikat, hatalma lenne rá, hogy leigázza, hatalma lenne rá, hogy odaüssön. Nagy! Van ereje, van képessége. De ezt nem a maga javára használja,
hanem a másoknak a javára használja. Ez az alázatos ember. Az az alázatos ember, aki erős, de felemel. Aki gazdag, de ad. Aki egészséges, de gyógyít. Aki okos, de tanít. Ez az alázatos ember. Nem az az alázatos, aki jelentéktelen, hanem aki önmaga számára tud jelentéktelenné válni úgy, hogy mások számára lesz jelentősége. Az ő életének, szolgálatának, szavainak, tetteinek. Szeretnék egy pár példát felhozni a Szentírásból. A Jelenések könyvében a 4. fejezetben olvasunk a 24 vénről. Ez 24 angyal fejedelem. 24 király koronákkal, Istentől kapott hatalommal. És így fogalmaz itt a Jelenések 4:9-10-11-ben az ige. Amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Honnan lenne az angyaloknak erejük, hatalmuk? Honnan lenne az embereknek erejük, hatalmuk? Csak egyedül Isten a forrása. Ő teremtett mindeneket, angyalokat, embereket. Istentől van az erő, Istentől van a hatalom, Istentől van a korona, Istentől van az áldás. És ezek azt mondják, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt. Honnan vegyen? A sajátját kapja vissza bennünk. Isten dicsőségét tükrözi vissza. Nem elteszi magának Isten dicsőségét, mint azok a leprások, akik meggyógyultak. Hol a többi 9? Fogták azt a dicsőséget, fogták azt az egészséget, fogták azt az áldást, hónuk alá csapták és elmentek vele. Isten vissza akarja látni az ő dicsőségét. Alapvető tétel a Szentírásban. Akárhol olvassátok a Szentírást, Ószövetség, Újszövetség, evangéliumi levelek, történeti könyvek, költészeti könyvek, mind csak azt látjátok, hogy Isten vissza akarja nyerni az ő dicsőségét. Isten keresi az ő dicsőségét. Nem adja senki másnak az ő dicsőségét. Még azoknak sem adja a dicsőségét, akiket megdicsőített. És amikor felismerjük azt, hogy mennyire függünk Isten kegyelmétől, szeretetétől, áldásától, akkor ami koronánk van, azt leborulva letesszük az ő lábai elé. Nem 24 koldus van itt, hanem 24 király. Kapnak Istentől áldást, erőt, kegyelmet, koronát, gazdagságot, hatalmat, dicsőséget kapnak Istentől, de mind szolgáltatják vissza Istennek. Nem a maguk dicsőségére használják Isten dicsőségét, hanem Isten dicsőítésére használják Isten dicsőségét. Alázatosak. Nagyon érdekes az a történet, amit a Lukács evangéliumában olvasunk. 14. fejezet 8. versétől. Az Úr Jézust meghívja egy farizeus, elmegy oda az Úr Jézus, és azt látja, hogy a farizeusok a jó kis előkelő helyekre próbálnak befurakodni, hogy oda üljenek a legjobb helyekre. És akkor ezt mondja el Lukács 14:8. Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mint téged, mint azt meghívta, azt mondja majd neked, engedd ennek a helyet. És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre, hogy amikor eljöjj az, aki téged meghívott, azt mondja neked, barátom, ülj feljebb
akkor neked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Elmegyünk egy baptista imaházba, hol fogjuk látni az üres helyeket? Ha valami ünnepség van, nagy esemény van, akkor késve jön valaki, két perccel késve ér valaki, hol fog helyet találni? Elől. Elől fog helyet találni. Hátulról töltjük. Olyan alázatosok a baptisták, hogy hátra ülnek, és hátulról kezdik feltölteni a helyeket. Kicsit félek, hogy ez nem azért van, hogy hát, ha majd előre ültetnek, és most nagyon-nagyon megalázom magamat. Félek, hogy nem ezért van. Inkább szeretünk úgy bebújni valamelyik kis zugba, sarokba. Nehezen ülünk előre. És ha elmegyünk a koncertre, texasi férfiak koncertje, baptista, szimfonikus koncert, ott se az első helyre ültek a testvérek, mert az első helyek egy koncerten a legrosszabb helyek. A legjobb kilátást nyújtó helyeket foglalták el egyből. Ha alázatról lenne szó, amiért hátul ülnek, akkor a koncerten is oda ülnének, ahol a legrosszabb. Hogy aki később jön, annak jusson a jó hely, másnak jusson a jó hely, én elfoglalok egy rosszabbat. Amikor hátra ül valaki, gondolhatjuk, hogy alázatos. És jó is az, alázatos. De az alázatnak az igazi leckéje, testvérek, az nem az, hogy valaki hátra ül. Nem az, hogy valaki a legrosszabb helyet foglalja le egy koncerten. Az alázatnak a próbája az, amikor eljön, aki téged meghívott, és azt mondja neked, barátom, ülj feljebb. És akkor neked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Itt van az alázatnak a helye. Dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. És akkor beülsz a hátsó helyre, alig várod, hogy jöjjön a gazda. És azt mondja, barátom, ülj feljebb. És akkor felállsz, eljött az én pillanatom. Most dicsőségem van azok előtt, akik itt ülnek. Ez az. Én annyira alázatos vagyok, hogy engem még meg is dicsőítenek érte. Látjátok, látjátok? Olyan büszke vagyok az alázatomra, mert ez a legnagyobb alázat a Földön, ami nekem van. Az alázat nem ott kezdődik, hogy hátra ültél. Az alázat ott kezdődik, hogy felállítanak és előre hívnak. Akkor mit csinálsz? Ott van az alázat. Akkor mit csinálsz, amikor előre állítanak? Ezt nem akarjuk mi felvállalni, testvérek. Hogy minket nyilvánosan megdicsérjenek. Nem tudjuk elviselni. Annyira nem tudjuk megalázni magunkat, alázatosan viselkedni, ha minket nyilvánosan megdicsérnek, hogy inkább elbújunk az utolsó sorba, vagy akár még az elsőbe is. Vagy tudjátok, mit csinál a legtöbb baptista? Beül középre. Az egy bombabiztos hely. Ott nincs mozgás. Előről, nincs hátra, nincs hátulról. Előre nem kell mozogni, középen vagyunk. Ez egy jó kis szürke hely. Ez nem alázat. Nem alázat. Az alázatos nem ijed meg attól, hogy megdicsérik. Mert tudja kezelni, nem könnyű. Van egy olyan ige, ezzel teljesen szinkronban, ami egy furcsa, Jézusnak egy furcsa szava, mert nem olvassuk egyik evangéliumban sem. Pál apostol idézi, hogy amint az Úr is mondotta, na ugye, akkor még csak 30 év telt el az Úr Jézus halála óta, sok olyan szava, beszéde maradt fent Jézusnak, szájról szájra terjedt, hogy mit is mondott ő, nem olyan sok idő telt el. Na, a négy evangélium nem mondja, hogy jobb adni, mint venni. De Pál tudja ezt, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb adni, mint venni. Ha ennek az értelmét kéne lefordítani, akkor én ezt úgy fordítanám le, hogy könnyebb adni, mint venni. Könnyebb. Az is alázatos, aki tud adni. Az az alázatnak már egy szintje. Hogy azt mondom, lemondok az én
vagyonomról, lemondok az én munkaerőmről, lemondok az időmről, lemondok a kocsimról, és kölcsönadom. Elmegyek, segítek, lenyírom a füvet a vésztőimaháznál, vagy lefestem a kerítést, vagy adok. Megalázom magam, előkészítem, előre megfontolt jó szándékkal, és azután magamat jó felkészítve, megalázva adok. Dicsőség érte Istennek, hogy vannak ilyenek. Az a rossz, testvérek, amikor hirtelen ott találod magad, felkészületlenül, hogy kapsz valamit, amire nem számítottál. Ami nagy dolog. Ami komoly dolog. És aki ad, az fog örülni. Ó, Uram, köszönöm, hogy nem tettél irigyé. Köszönöm, hogy önzetlenséget munkáltál bennem. Dicsőség neked! Az olyan hálás, mint a pinty. Repked, hogy nagy összeget is akár oda tudott adni, vagy a házát odaadta az Úrnak. Olyan boldog tőle, de aki kap? Hát ki az, aki mikor kap, elkezd páros lábbal ugrálni. De jó, hogy ide adtad ezt nekem. Úgy vártam már, hogy mikor adod ide. Köszönöm neked, testvér. Nincs ilyen. Nagy dolgot kapni megszégyenítő dolog. És alázat kell hozzá. Hogy a hátsó sorból felállítsanak, és azt mondják, gyere, téged én most megdicsőítelek a többiek előtt, és felmagasztallak téged. Ahhoz kell az alázat, hogy ez végigéld. És azért nem tudjuk vállalni ezt, mert nem vagyunk alázatosak. Alázatoskodni tudunk, bujkálni az utolsó sorba. De elfogadni, ami nehezebb, de vállalni a dicséretet, ami talán még méltó is, és Isten méltat, és nem mondom, hogy most legyünk arra büszkék, de tudjuk hordozni méltóság teljesen azt, hogy valamit kaptam Istentől, és itt ez a koronám, én kaptam Istentől a koronámat, de leteszem, Uram, tiéd a dicsőség, de elfogadom, köszönöm, és aztán visszakapták a koronát. Hogy megint visszakapták, nem vált koldussá a 24 király. Király maradt. Ez az alázat. Tudni nagynak lenni az alázat. Már kicsinek már megtanulunk helyjel, közzel, többé-kevésbé, többen-kevesebben. De nagynak lenni olyan kevesen tudnak. Mindenki fél a nagyságtól. Az az alázat. Az Úr Jézus alázatos volt. Egészen a keresztfának a haláláig alázta meg magát. Azt mondja Péternek, azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? Máté 16:53. Tudnék élni a hatalmammal. Én nagy vagyok. Nekem 72 ezer angyal engedelmeskedik. Egyetlen intésemre felizzana a menny, a légtér, a föld, megperzselnék a földet. Egyetlen szempillantás alatt ki tudnának engem ebből a nyomorúságos, szorult helyzetből menekíteni. De nem teszem. Miattatok. Fel kell vállaljam. Tudod nagy lenni. Tudod nem élni a lehetőséggel. Tudod nem magának szerezni dicsőséget, hanem az ő mennyei atyának szerezni dicsőséget. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Megdicsőítettem, és újból megdicsőítem. Rajtad keresztül, azon keresztül tudja Isten a nevét megdicsőíteni, akiknek mikor dicsőséget ad Isten, azok dicsőítik azzal a dicsőséggel őt, mint az Úr Jézus. Dicsőséget kapott Istentől, de minden dicsőséget visszasugárzott. Az én atyám mindig erről beszél. Mindig erről beszél. Az alázatos ember egyetlen dologgal dicsekszik. Egyetlen egy dologgal dicsekszik. A Jeremiás könyve 9. fejezete foglalkozik ezzel. 23-24, Jeremiás 9, 23-24. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erőssel dicsekedjék az erejével,
A gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. A kegyelemben, az igazságban és az ítéletben is telik az Isten kedve, meg azokban is, akik azzal dicsekednek, hogy ismerik őt. Az alázatos ember az ő Istenével dicsekedik. Az ő Istenével dicsekedik. Korintusi levél első fejezetének a végén idézi Ézsaiást Pál apostol, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Pál apostol azt mondja egy másik helyen, a Galata 6.14-ben, ne legyen nékem másban dicsekedésem, csak az én Uram Jézus Krisztusnak a keresztjében. Az alázatos ember dicsekedik. Ez az én Uram. Ez az én Uram. Hosszú évekkel ezelőtt történt egy mókás eset. Sokszor kijártunk a családommal fürödni, míg gyerek voltam a Körösre, és az egyik alkalommal egy fiatal, csinos lány beleejtett valamit a vízbe. Felsziszent, jaj, beejtettem a vízbe. Na, azt mondja, aki felhozza, kap tőlem egy puszit. 20 fiú ugrott be a vízbe, csak úgy pesgett a víz. Túrták az iszapot. Feljött egy fiúcskát, én még gyerek voltam, csak néztem az egészet. Feljött egy fiatal srác, a bátyja jó pár évvel idősebb volt, ott ült a parton. Elkezdi verni a mellét. Az én öcsém, azt ment puszéért. Dicsekedett az öcsém, az én öcsém találta meg. Mert így dicsekszem az én megváltómmal. Ő találta meg. Ő végezte el. Ő cselekedett. Ő győzött a Golgotán. Ő támadt fel a halálból. Ő az én megváltó. Tudja meg mindenki. Az alázatos ember dicsekedik az ő Istenével. Büszke az ő Istenére az alázatos ember. Semmi másra nem büszke, amit kapott pénzt, ifjúságot, szépséget, tehetséget, időt, akármit, mind utasítja vissza, teszi Isten hatáskörébe, dicsőíti Istent azzal, amivel Isten őt dicsőítette, de dicsőíti az emberek előtt is dicsekedik. Ez az én Istenem, csak ő tud ilyen szépet teremteni, csak ő tud így megváltani, csak ő tud békességet adni. Testvérek, azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuljuk meg az alázatot. Az alapigéhez visszatérve, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeitek. És azt hiszem, hogy sokszor ezért hiányzik nekünk ez a nyugalom, ez a békesség. Szeretném mi Istentől csak úgy elkérni, Uram, adj nekem nyugalmat, Uram, adj nekem békességet. És Isten azt mondja, hogy adok neked, elkészítettem, de van egy út, amin oda eljutsz. Tedd meg! Szelídség és alázat. Amikor ezt megtanultad, akkor nyugalmat találsz a te lelkednek. Amíg nem tanultad meg, addig nem találsz nyugalmat a te lelkednek. Tanuljuk meg, testvérek, Jézustól. Amen. Amen.